Nagyon sokan, nagyon sokszor elmondták már, meg hallottuk már, hogy Bújtor Istvánnak mit jelentett a Balaton és Tihany. Első kézből, úgy személyes élményekként, te hogy élted meg ezt az egészet, ahogy a te édesapád szerette ezt a helyet? Hát nekem természetes volt. Tehát az volt, hogy lejöttünk, ugye mi nem ős tihanyiak vagyunk, ha lehet ilyet mondani, hanem szemesiek, tehát nekünk Szemesen volt nyaralunk, és aztán édesapám 87-ben jött át, akkor még Gödrös, vagy Diós, sajnos ezt mindig összekeverem ezt, hogy hol volt nekünk, a határon volt, és nem tudom, hogy most hova tartoztunk, és aztán pedig Óvár lett a végállomás. De a Balaton szeretete az teljesen természetes volt, én úgy éltem meg, hogy ha kisütött a nap, akkor már kérdezgettem, hogy illetve egymástól, hogy nem kéne ellemennünk a Balatonra. És ahhoz mit szólsz, hogy ezt a filmet, a Pogány Madonnát, hiszen hát 40 éve, hogy bemutatták, felnőtt egy generáció, mégis rengetegen szeretik, és nagyon sokan érdeklődnek még mindig iránt. Hát ez nagyon jól esik, nem? Igazából az, hogy most nem tudom már mennyivel odébb lévő generáció, mert ugye 81. május 28-án volt a bemutató, akkor mondjuk, aki 15 éves volt akkor, az most lassan inkább 60, mint 50 már, de hogy a 10 évesek közül is van rajongó, most is jön Szofi, aki szerintem 11 vagy 12 éves, és őrült nagy Ötvös Csöpi rajongó. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a titka. Valószínűleg az, hogy hiteles maradt azóta is, és egy jó film. Tehát jó szakmailag, jó, zseniális színészek, ami kell. Nagyon sokan azonosították édesapád figuráját Ötvös Csöpivel. Mennyi volt apába Ötvös Csöpi? Sok is, meg kevés is. De nyilván magára írta a szerepet, tehát hogy ez jó volt. De nagyon szeretett élni. Ez azt hiszem, hogy köztudott, és valahogy így kitalálta magának ezt a szerepet, ami hát mondjuk azért 50%-ban ő volt legalább. Neked milyen érzés most pillanatnyilag itt lenni, és várni azt, amikor körbeviheted az embereket? Nagyon nagy az érdeklődés, azt tudjuk, hogy az apátságban, azon a helyen, ahol ez a film forgott, ott lenni a Pogány Madonnával. Hát hála Istennek nem ez az első, tehát túl vagyunk a szűzkeresztségen, vagy tűzkeresztségen, úgyhogy, de hát nagyon jó érzés. Tehát az, hogy ennyien kíváncsiak, hogy három csoportot el lehet indítani, ez mindig óriási. És mindig nagyon jó hangulat van. És aki eljön, az bármikor idéz is a filmből, tehát lehet olyan belterjes akár poénokat is mondani, amit mindenki elsőre megért. Úgyhogy nem tudom, már várom, 2-kor van tűzcsúcsú, úgyhogy hadd menjünk. Tihanynak tulajdonképpen szomorú az, hogy már jó pár éve nem része édesapád, hiszen nekünk, bevallom őszintén, még mindig nagyon hiányzik, de azért Tihany életének még mindig része édesapád, hiszen a róla elnevezett színház, színpad, az teljes egészében erővel, teljes erővel működik. Így van, hát ez Judit nagy erőkkel csinálja, és én le a kalappal mindig előtte, hogy milyen színvonalas évadokat rak össze, úgyhogy hát ennek is nagyon, nagyon örülünk, meg egyáltalán, hogy nem felejtették el. Tehát nem csak Tihanyban, hála Istennek, nyilván a Balaton körül, de hogy Pesten se. Gondolom, erre apa is büszke odafent, tehát úgy néz rá erre az egészre, hogy na, azért vagytam magam után itt valamit Tihanyban. Igen, remélem, de ezt mondjuk, hogy 40 év múlva szeretném tőle megkérdezni, hogy ez milyen volt most. Igen, büszke, valószínűleg igen. Jól esik neki. Én próbálom ápolni az emlékét is. Nem nagyon kell, mert abszolút, de például egy ilyen tárlatvezetéssel ezzel talán valamit hozzá tudunk tenni. Az előbb itt sétált egy család, és egy papa rögtön megismert téged, hogy a kisfiú csinálhat-e veled fotót, egy közös fotót a lada mellett. Mutasd már be ezt a ladát, mert ez egy olyan különleges darab, hogy na, igazán megérdemli. Ez is 81-es, mint a Pogány Madonna bemutatója. Egy 1005-ös példány. Ilyen volt nekünk gyerekkoromban, tehát édesapámnak ilyen volt az autó, csak nem zöld, hanem fehér. ZP3247, az volt a rendszáma, és ebben nőttem fel, mert ez 77-től 81-ig ez volt a mi kocsink. Tehát ebben voltam én gyerek, és játszik a Pogány Madonnában és a Csak Semmi Pánikban, és hát biztos volt, hogy nekem lesz 1005-ösöm, egy 1002-esem volt már korábban is, de most ez az 1005-ös van, és hát nagyon szeretjük. Meg ezzel, mondjuk egy picit, szóval ebbe a finom 20 fokos tavaszi hőmérsékletben nem olyan jó vele jönni, tehát most azt hiszem 35 fok volt. Viszont meglepő módon jól bírta,
és én lábon járok vele, úgyhogy garázsban van, az aztán látszik is, szép darab, vigyázok rá, de azért használjuk. És mi hát múltkor mentem a Kapi utcán, és Pesten egy nagy emelkedő, és megérkeztem a tetejéhez, és be kell kéreckedni, egy olyan forgalmi helyzet adódott, és valakit beengedtem, az egyből rám nézett, mellettem a Pogány Madonna szobor volt az ülésen, és vittem valahova, és Bené mondta, hogy ötvös csöpi, szép a kocsi, és most fölemeltem így a Madonnát, hogy bizony, ötvös csöpi, na még mindig ott áll fönn a Kapi úton, tehát mert lefulladt, minden baja lett, hogy ezt nem hitt el. Úgyhogy nagyon jó ez, jó érzés.